Uzsora bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottunk eljárást itt a Hajdúszoboszi rendőrkapitányságon szeptember 3-án. Az esetnek a részleteihez tartozik, hogy ez idáig két nádorodi elkövető Nádorodvaron több személynek adott kölcsön kisebb összegeket, majd ennek a rövid határidővel a dupláját kérte vissza. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján előfordult olyan is, hogy élelmiszert, üdítőt, ilyesmit adtak nekik többszörös hitelre. A két elkövetőnk előzetes letartóztatásban van jelenleg Debrecenben. Szabálysértési értékre elkövetett lopásvétség miatt indítottunk eljárást abban az ügyben, amely szeptember 5-ére viradalon történt. De az történt, hogy a Hajdúszoboszi lóhősötere egyik bérházának alaksorában egy lezárt állapotban lévő kerékpárt tulajdonítottak el ismeretlen személyek. Szintén hasonló körülmények között Hajdúszoboszi Szilfákalja utca egyik bérházából is eltulajdonítottak egy kerékpárt, ez szeptember 8-ára viradalon történt, mindkét esetben ismeretetes ellen folytatjuk jelen pillanatban az eljárást. Kisebb kárt okozó csalásvédség elkövetése miatt folytatunk eljárást abban az ügyben, melyben a sértett egy internetes oldalon ausztriai munka lehetőségre jelentkezett. Jelentkezés feltétele volt egy 250 eurós előzetes összeg elküldése. Az összeget elküldte a sértettünk, ezt követően a munkaadót, illetve hát a munkaközvetítőt nem tudta elérni sem telefonon, sem e-mailben, illetve ez a honlap a hirdetési, maga a hirdetés az is eltűnt a hirdető újságról. Ebben az ügyben ismeretetesen folytatjuk jelen pillanatban az eljárást. Lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatunk eljárást jelen pillanatban ismeretlen elkövető ellen. Ismeretlen elkövető szeptember 13-át megelőző időszakban Hajdúszoboszi repülőtere mögött lévő területről eltulajdonított méhkaptárakat a hozzá tartozó egyéb eszközökkel együtt. A bejelentést követően bevezetett intézkedések során az eltulajdonított eszközök hiánytalanul megkerültek, az eset körülményei jelenleg tisztázás alatt vannak. Szeptember 8-án a déli órákban történt egy közlekedési baleset. Az történt, hogy a 4-es számú főút vonalon a keleti főcsatornáról haladt le egy motorkerékpáros Debrecen irányába. Ahogy leérkezett a főcsatorna hídjáról, az úttest jobb oldalán útkeresztődésből behajtotta a forgalomba egy tehergépkocsi. A motorkerékpár vezetője úgy ítélte meg, hogy meg tudja előzni, hogyha egy picit gyorsít a járművével. El is kezdte az előzést, ez közben manőver közben észlelte, hogy szembejövő forgalom akadályozza az előzést, ezért vészfékezésbe kezdett. A fékezést során elveszette az uralmát a járműve fölött, és elesett a motorkerékpárjával. Az esés ellenére szerencsére könnyű sérüléseket szenvedett, könnyű sérüléssel megúszta a balesetet. Szeptember 10-én délután 3 óra körüli időben történt egy halálos közlekedési baleset a 4-es számú főútvonal Hajdúszobosztót elkerülő útszakaszán. Itt az történt, hogy ez idáig ismeretlen és tisztázatlan körülmények között egy motorkerékpáros haladt Debrecen irányából Kava irányába. Ismeretlen okból áttért a menet irány szerinti bal oldalba, itt érintőlegesen ütközött egy ott közlekedő tehergépkocsival, ütközést követően a motorkerékpárjával az úttest melletti árokba esett, és a baleset során sajnos életét vesztette. Felhívnám a lakosság figyelmét a megváltozott őszi időjárásra, megváltoztak a közlekedési feltételek, hamarabb sötétedik, később világosodik, eléggé csapadékossá váltak most az időszakok, elképzelhető, hogy a betakarítási munkátok során sárfelhordás keletkezik az úttesten. Megkérek mindenkit, hogy fokozottan vegyen részt a közúti forgalomban. Kerékpárosok a védőfelszereléseiket, amennyiben lehetőségük van rá, akkor használják. A
kerékpáron a világító berendezéseknek nappal is működőképesnek, üzemképesnek kell lennie, nem kell működnie nyilván csak a korlátozott, illetve éjszakai órákról beszéltek, korlátozott látásviszonyok között, illetve nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy lakott telten kívül korlátozott, illetve éjszakai látási viszonyok között a láthatósági mellény használata kötelező.